Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Tévedni emberi dolog, amint azt már elmondtam egy 2000 előtti viccel, és persze Kincső ezúttal megint ránk pirított, hogy vének vagyunk. Nem baj, Endikém, légy szíves a korregát add ide, ja, tegyen persze vissza a plotkómat a helyére. De én nem adhatom oda, mert én azt használom még 3 napig. Ja, hogy egy protkóval vagyunk, 2 lovas, jól van. Akkor mondom. Én fel is mérgelődtem a tegnapi nap. Igaziból nem ez volt a kiinduló pont, de közben rájöttünk. Jött a fontos információ. Kérem szépen, Romániában megint, bocsássátok meg, tényleg az én vétkem, van egy ilyen autópálya fétisem. Arra gondolok, hogy ez az autópálya fétis sem a levegőből jött, nem másért, hanem azért, mert egyszerűen én is szeretnék közlekedni. Azt is tudom, hogy az országnak az egyik legnehezebb része, az pontosan a Prahova völgye, ahol az emberek nehezebben tudnak közlekedni, és ahova valamit kellene csinálni. Autópályát kéne csinálni, de azt nem jutott eszébe a hatóságoknak, illetve de, hogy nem a múltkor miniszter azt mondta, hogy hát lehet, hogy majd 2025-ben neki tudnak állni, de az se biztos. Mondom 25-ben, más az alatt megépít. Na, és akkor jött a tegnap a hír. Ennek imádjuk, azért jó hosszú felvezetése imádjuk volt, ugye? Egy kicsit megnyújtottad, de nem baj, nem baj, mert eszetlenségek kapcsán azért, ha valamit, akkor jó hosszasan lehet és kell is beszélni. Ahelyett, hogy autópályát építenénk, Bence, mondjad, mert úgy szeretném. Predeán Rozsnyóra, aha, ezek a barmok, vállalom, pereljenek be. Kérem szépen, nem autópályát építenek, nem egy felfüggesztett körforgalmat. Az. De legalább jól néz ki. Én most szeretném lesz. De érted, tehát pénzbe kerül. Hát meg persze lehetne csinálni. Azt mondja, hallod, és tudod, mi a vicces? Tehát azt mondják, hogy 30 hónap. No. 30 hónap alatt autópályát lehet építeni. Édes, drága bangóim. De szerinted ez 30 hónap alatt meg lesz? Nem. Olyan? Na hát akkor, de körülbelül nem tudom, 5 év múlva is arról fogunk beszélni, hogy valamikor 2022 hajnalán tervbe vették a felfüggesztett körforgalom ötletét, és neki is láttak, aztán még mindig nincsen kész. Alapjáraton a közlekedést akarják megkönnyíteni, itt adjunk nekik egy jó indulatú piros pontot, na azért, hogy valamit úgy tűnik, mintha úgy gondolnák, hogy érdemes lenne tenni a dolog érdekében. Aztán itt kb. A piros pontot el is vághatjuk és átfordíthatjuk feketére, mert valóban eszetlenség és tényleg fölös pénzkidobás ilyen kaliberű vagy ilyen volumenű beruházásba kezdeni, miközben tényleg az van, hogy gödörből gödörbe esünk, nem csak kisebb, hanem nagyobb bacska utainkon is, és hol vannak még az autópályáink. Tehát ez úgy néz ki igazából, hogyha át szeretnénk ezt fordítani a valóságra, tulajdonképpen mind a két lábszárunk el van törve, mondjuk csípőforgó, porckopásunk van, minden mellett a nyaki gerincizületünk is egy kicsit lötyög, és akkor úgy döntünk, hogy kiszedetjük a szemüldökünket. Biztos, ami biztos, legalább szépek legyen. Így van, tehát nagyjából ez az elképzelés. Lehessen egy látványos videót készíteni, és itt ez a lényeg. Ja, képzeldes, aki azt a látványos videót tervezőként elkészítette. Pont ez jutott eszembe, mennyi pénzt kaszálhattak azok, akik ezt a videót összedobták, mert igen, hát mondjuk el akkor azt is, hogy különböző internetes felületeken meg lehet találni ezt az effektív audiovizuális látványtervet, amit összehoztak. Látványorgiát, legyünk már rendesek, adjuk a látványorgiát, amit összehoztak ez a felfüggesztett körforgalom kapcsán, és szó ne essék róla, de be tudják etetni a jó népet. Tehát tényleg jól készült videóról beszélünk. Ez a valóságban is így nézne ki, majd ha eljutunk oda, akkor azt mondanánk, hogy mintha nyugaton lennénk. Csak na, közben meg tényleg baromi sokat kaszálnak azok, akik például egy ilyen videót összehoznak, és valószínű, hogy eredménye még csak oly soká lesz. Ez direkt oda vittem nektek a Google Map-et. Itten lesz az esemény? Ha persze, predeálom van egy útelágazás. Most éppen rossz irányba jövök, mert ugye Bukarest irányba menne, ne, és ott le lehet térni. Igen, aha, a rendőrök ott mindig ki vannak állva, irányítják rendszerint a forgalmat. Tehát nekem tényleg az a kérdésem, hogy be kell-e nyomni egy 30 hónapos projektet valamibe, aminek meg kellene csinálni réges-rég a terelő útját. Mert ugye miért tragédia a Prahova völgye? Azért tragédia, mert gyakorlatilag bejössz a hegyek közé, tehát gyakorlatilag mondjuk, nem is tudom, mit mondjak nektek, honnan kezdődik a szívás, de az biztos, hogy minimum Predeálig eltart, de inkább a Tömösi szorosig, Felső Tömösig, és hát mit tudom én, úgy gyakorlatilag Busten, Azuga, Poszáda, tehát gyakorlatilag úgy Komárniktól arra fele szívás. Uh-huh. Tehát, hogy ott kellene megcsinálni az autópályát, és akkor itt jön. Uh-huh. Jön a felfüggesztett körforgalom. Nem, ez itt jönnek, tudod, ez a romániai, ez a no se poate. Nem értem, hogy tehát a horvátok láttad, hogy milyen helyen vittek el. Kősziklába, könyörgöm, bemaltak, építettek.
Nálunk nem lehet. Na, nem lehet. Lehet. De nem lehet. De lehet. Az a baj, hogy nincs rá akarat. És én egy kicsit talán, ha még cinikusabb, gonoszabb lennék, azt mondanám, hogy ez igazából nem is tévedés, Bence. Bár úgy indítottunk, hogy tévedés. Tévedés egy felfüggesztett körforgalmat építeni oda, ahova nem kell, miközben nincs autópálya. Rendben, ez tévedés. De az, hogy ezt mondjuk szánszándékkal vagy porhintésnek valaki egy ilyen projektet belük az asztalra, és közé teszi mindenhol, Facebookon, stb. Elmondják, hogy ez nekünk 132,5 millió lejünkbe fog kerülni áfástól, mindenestől, és hogy lesz ott mindenféle gyalogátjáró, meg külső autó felhajtó, ez mind szép, csak ráadásul, hogy milyen gyengén van kivitelezve ez a nem is tévedés, hanem parasztvakítás, hadd mondjam ki, akkor mindjárt látszik is a videó, hogy van rajta egy kocsi felhajtó, ami nem vezet sehová, tehát az potenciális önmagunkat bántani akaró, nagyon-nagyon rossz állapotban levő embereknek van, mert a vasúthoz vezet egyenesen, ahol ráadásul nincs is vasúti átkelő pont, és van még előtte egy gyalogátjáró, amely bevezet az erdőbe, hogy esetleg szeretné mondjuk nyuszikat, meg űzikéket simogatni. Vagy megtehet, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, tehát 27 millióért csinálnak neked egy erdőbe vezető bejáratot, hogyha ha már annyira ideges vagy és nem bírod, akkor mész és kapsz egy kötelet is. Nekem van egy 10 pontos kérdésem, és mondjátok nyugodtan, hogy a mindenkori laikus nő kérdezi sofőrként, de hol a logika abban, hogy egy ilyen kaliberű projektet összehozunk akkor, amikor effektív kétsávos útról beszélünk, egy hármas elágazásról beszélünk, tehát nem is ilyen keresztes elágazódás, tudjátok, hogy négy út össze-vissza szalad, és mondjuk indokolt lenne ténylegesen egy körforgalom. Hármas elágazás, hármas kereszteződés, amibe simán a talajon lazán az én sofőri mentalitásom szerint, és jó régóta vezetek most már, nagyon egyszerűen meg lehetne oldani egy ilyen sima körforgalommal, nem? Nem érted a logikáját. Hát ezt nem értem, igen, valóban. Hát mert így nem lehet a pénzet eltenni. Akkor hadd tegyen fel a következő kérdést is. Amikor ennyire szembetűnően, de ilyen látványos parasztvakításról beszélünk, akkor valahol valakit nem tud valamit fellebbezni. Kezét csókolom, szerintem inkább adják nekem Máté Kincsőnek azt a sok pénzt. Mert legalább nálad jó helyen jó van. Jó helyre költeném, esküszöm, ígérem, ha valaki tudja, üzenje meg nekik. 26,5 millió euróból szerintem holnap már nem látnánk téged. Én garantálom, hogy 30 hónapon belül meg lenne a sima körforgalom a Földön is, tehát összehozom a projektet, hogy és ki is szélesíted az utat, hogy lehessen használni. Pontosan, de maradna nekem is. És akkor van még az őszinte civil felháborodás, amit most el kell engednem, remélhetőleg nyomdafestéket és mikrofon hangzást tűrő kifejezésekkel, mert hogy szalagcím az, ezzel kommunikál ugye a Cseniairé, ha jól láttam, ők tették közé ezt az egész történetet, van is egy víznyomás ott lent a fotó alján, jobban oldalt alul. Azzal tették közé ezt, hogy megoldják a gyalogos átkelést a 11-es, vagy nem az 1-es országúton, valahol Predel környékén. Nézzetek rá erre a videóra, nézzétek meg, hogy egy felfüggesztett körforgalom környékén, a videót is végignéztem, mondom, egyetlen egy gyalogátjárót látok, mert hova is mennél egy hídon? Ha csak nem ismét olyan szándékaid vannak, biztonság kedvére, aki nem meri a hídról, ott a vasúti történet, tehát megoldható az is. De hol van itt felfüggesztett gyalogátjáró, vagy hol van egyáltalán megoldva a gyalogosok problémája? Ezt mondjuk azért, bocs, hogy belevágtam ismét, de hogy ha átmentek, ugye ott nagyjából Komárnyi. Ott megy az erdőbe egy gyalogátjáró, láttad? Általában az van, hogy így az út fölött vannak ilyen felüljárók, aztán mindenki átszalad a két sávoson, mert ott már két sávos, és akkor te így nézed, hogy hogy tapossál bele a fékbe úgy, hogy ne is üsd el a gyalogos, csak mögötted levő se üssön el téged. Jó, csak közben annak a lehetősége meg van teremtve, hogy gyalogosként a felüljárón, az átjárón biztonságosan te közlekedj, aztán, hogy annyira barom vagy tényleg, hogy a saját életedet és inkluszíve a sofőröknek és mindenki másnak is a forgalomban az életét kockáztatod, az már egyértelműen nem tudom, hát minket minősít, hogy ne másról beszéljek. Szóval, hogyha valaki ilyen helyen átszalad, oké, de abban igaza van Endrének, nagyon, én fel se fogtam, hogy tényleg nincs itt egy nyomorult gyalogátjáró se, ami azt segített. A gyalogos... Kettő. Vagy igen? Nézd meg a másik hibája. Igen? Hogy két sávos körforgalom megint egy sávba torlódik. Igen. Hogyha ott nem... Tehát én most borítékolom, hogy ebből baleset lesz. Tehát, hogy aztán később beszűkül, rendben van. De megint, tehát itt ezek a tervezők, nem tudom, valamiért mind az idióta szó jut eszembe. Valaki, hogyha egy kicsit ezt szakmaiban meg tudja fogalmazni, ám legyen az. És akkor még jön az egészre, ugye van a haba tortán, és van a tetejére egy finom, esetleg brandyben érlelt megy szemecske, magozva lehetőleg, könyörgöm, legalább ennyit
legyünk meg rendesen. Magozott cseresznye, igen, ismerjük a zenekart. Az lesz, amikor mindez ugye két egyébként olyan városka, vagy két olyan üdültő telep között van ez az egész történet, ahol azért helyieket láttál már szekérrel közlekedni, meg biciklivel, Bence, azon az útvonalon? Á, nem nagyon. Na, már. Én kaptam el néhány szó. Gondoljátok el, hogy itt például az ilyenfajta forgalomban, aki nem volna szabad felmenjen egyébként egy ilyen forgalmi épületre, higgyétek el, hogy lesz ott majd biciklis is, lesz majd lószekeres is, lesz ott minden. Nagyon meglepődnék, ha adott ponton a falu vagy a szomszéd falu júnyáját nem terelnék fel erre a jó kis forgalmi épületre. Ott aztán lássál a te kétsávos körforgalmat, barátom. Mondjuk az már pontosan Ploiesnél volt, ahol van egy ilyen nagy körforgalom, aminek a közepe fű. Igen. És oda a juhász egyszer oda terelte a juhot. Kiderült, hogy nem egyszer kaptam én el. De hát néztem, miért nem mozog a forgalom. De kérlek szépen azért, mert a júnyáj nyegelt, legelt a azt mondtam, hogy jegelt, nézd meg. Tehát, hogy nálunk ezek az abszurd dolgok. És nézd meg, még képesek tényleg 2021-ben egy ilyen baromságot eladni, mint egy jó ötlet. Na igen, ilyenkor idézem fel újra és újra, ugye visszatérő hallgatónk Dórunak a megfogalmazása, ez az abszurdisztán. Ilyenkor tényleg azt érzem, hogy ha valaki, akkor Dóru nagyon rátapintotta a lényegre, hogy nálunk az országban mit lehet és mit nem lehet megcsinálni. Na, de nem ez az egyetlen jó hírünk, mert hogyha tévedések vígjátékát nyomjuk a mai hármas szabályban, akkor ez valóban csak egy jó kis cseresznye azon a habos tortán, de beszéljünk a habról is, a tejszínhabról is. Jó, hábfixálóval megvan erősítve ez a hab. Szám szerint 8 darab hábfixálót belé ültettek, meg belé raktak. Mondom, miről van szó. Adott egy település, és szánt szándékkal nem mondom a nevét a településnek, mindjárt elmondom, hogy miért. Adott egy település, ahol szeretnének mondjuk önkormányzati szinten tenni valami jót, és a biztonságot egy kicsit megerősítenék, és akkor ilyen 8 kemény darab biztonsági kamerát, térfigyelő kamerát felszerelnek a faluba. Mondjuk azt, hogy kössék, vagy legyünk jobb indulatúak. Felszerelik, hogy óvják és védjék az állampolgárok mind tisztes javait, aztán jön a román állampolgár, és ellopja, és lelopja mind a 8 kemény darab biztonsági kamerát. Tehát ez az akasztják a hóhért kategória nagyjából. Kezdjét csokolom a történet, itt ér véget, és sokat nincs is, amit kezdeni vele. Az a vicc, hogy, és akkor itt mondjuk, ez ugye egy január 14-ei hír, a főteres kollégáknak köszönjük újra az információt. Ez azt jelenti, hányadika van ma? 18, tehát 4 napos hírről beszélünk, és Ungyen nevű településről, egész pontosan az Árgyes megyei Ungyenről, mert van egy Maros megyében is, jól tudjuk. Igen? Igen, azt akartam mondani, hogy ez nem nyárátő, mert hogy a következőkből tevődik össze. Kérem szépen, Ungyen, ő lévén a község főhadiszállása, Kolcu, Gózsány, Goya, Humele és Satuno. Csak azért, mert a büdös életben nem fogunk arra fele járni, szerintem, most ha igen, akkor se fogjuk tudni, hogy ott vagyunk ezen a celep helyen. Köszönöm szépen a földrajzi inzertnek, a helyet folytasd. Na, szóval nem a Maros megyei nyárátőről van szó, itt ez a lényeg elsősorban, de miért nem mondtam a legelején? Azért, mert most próbáljam visszamatekozni az éveket, biztos nem fog működni teljes egészében, de legalább 8 éve van annak, hogy én Erdély TV-sként annak idején elmentem forgatni egy magyar településre, többek közt annak a hírnek az apropóján, hogy biztonsági kamerákat szereltek fel az utcára, különböző póznák, különböző nem tudom, utca széleire, stb. A hír az volt, hogy ellopták egy hétre. Ott is? Ott is. Apropó, nincs új a nap alatt, kezét sokkolom. Itt egyébként az volt a baj, és ez a legjobb, és most ebbe bele kell kapaszkodnom, hogy állítólag képzeljétek el, azért lopták el a biztonsági kamerákat, mert nem voltak elég magasra szerelve. Hát figyelj. Na, most, tehát akkor még egyszer, és ezt egyébként ott el is mondják, hogy miért volt a baj, és hogy történt az egész történet. Gondoljátok, egyrészt nagyon szép halál egy biztonsági kamerának, hogy utolsó felvételként a saját tolvaját filmezheti le. Szerintem akár költői vagy filmrendezői kép is lehet nyugodtan. Szép, szia, Jocó! Mindjárt ide engedjük. Megjött közben, Jocó. Yeah. Igen, no, visszatérve erre, szóval ez egy ilyen nagyon szép halál. Tehát ha megírhatnám ezt egy ilyen jó kis ódát, vagy akármilyen ilyen, minek is mondják ezt, emlékdalt, akkor balladaszerűen azt írnám meg, hogy a biztonsági vagy a térfigyelő kamera halála. Ez volna a téma, és akkor, hogy lefilmezi a saját tolvaját, és ezzel eltűnik végleg. Milyen szép ez a süllyesztőben. No már most, tehát azt tudjuk akkor erről a községről, mert ezt akartam mondani végső soron. Azt tudjuk erről a községről, hogy ami nincs elég magasan, azt mind ellopják? Hát
Valószínűleg. Vagy nincs elég mélyen, várjál, mert ha valamit jó mélyre ellássunk, nem tudnak róla, az egy más tészta. Azt nem tudom, viszont találtam Ágyesnél OLX-en. 8 darab biztonsági kamerát, 120 lej darabja. Nem vagyok biztos nem benne, tudom, hogy ugyanaz-e. Hogy ugyanaz a kamera-e, de mutasd a képet meg egyszer, ha bár ez csak egy illusztráció. De figyelj, az, amivel illusztrálták a főteres kollégák, az nem mérvadó. Nézd meg, tehát itt szerintem jobb lett volna egy-egy gonosz kutyát hozzákötni egy-egy villanyoszlophoz, az ugyan nem készít képet, de kisebb az esélye, hogy ellopják, mert mégiscsak megharapja a kedves elkövetőt. Nézd, de, tehát nálunk az, ez az, amikor a valóság az ráver a fikcióra. Mm. Tehát ezt így nem találtad volna. Tehát büdös életben nem jutott volna nekem eszembe, hogy te, menjünk lopjunk biztonsági kamerát. Uh-huh. Tehát így a menjünk lopjunkból az, hogy betörünk a bankba, elvisszük a pénzt. Rendben. Az egy vállalható gondolat. Hát miért ne arra szükséged van? Vagy mit tudom én, megkötjük a bankomatot, elhozatjuk az Endres arányával, ám legyen. Vagy, hát, arra is volt próbálkozás, bocsi, csak az uraképpen a mellette levő... A nem, a mellette levő kávéautomatával száguldottak el, tudom, emlékeztek el a sztorira. Tehát itt az lett volna jó, ha meg lett volna a térfigyelő kamera, ugyanez csak párhuzamban, hogyha például mondjuk a mellette levő álkamerát szerelték volna le, de nem így történt, ténylegesen működő kamerákat szereltek le. Én úgy imádom ezt az országot, de komolyan. Tehát amikor bankautomata helyett hirtelen valaki kávé automatát lop, az azt jó, hiszem, hogy, vas tehenet, hogy belövi a szintet. Az egy pár éves sztori, és én el nem felejtem a videó, hogy bele van égve a retinámba. Tehát az a fajta, tényleg elég sok Ocean's Eleven, meg 12, vagy minden filmeket nézhettek, abban van Clooney egyébként kincs. Tudom, és láttam az. Tehát tényleg egy nagyon szervezett bűnbanda volt. Oda parkoltak, megkötötték se perc alatt. Egy olyan 130-135 másodperce alatt a rakodóterem volt, egy ilyen fél utazóteres, fél rakodóteres autó, fel volt, itt jelentve minden. Képzeld el, még volt meddük annyi jó érzés a forgalomra való tekintete, hogy vészjelzővel távoztak. Ó, ez édesen, külön megmaradt édesen. Bennem. Tehát édes cukiság, tehát rendesek voltak forgalom szempontjából, látszódjon, hogy sietünk. Hát mégiscsak ilyen speciális rakodásunk van, vagy rakományunk van a rakodó térben. Na és azzal elviharzottak, mellett pedig szépen tovább villogott a bankautomata. Ez is... ez a insert card. Igen, nagyjából. És akkor képzeld, amikor osztoznak, tehát félrepalkornak egy elhagyott mondjuk a vasúti alagútba, és akkor osztozzunk a szajrén, gyerekek, neked jut a pálcika, a keverő pálcika. Kapsz kávéport. Te kapsz egy poharat. De mi van akkor? Én csak jó indulatból akarom feltételezni, mert nevetünk rajtuk, de mi van akkor, hogyha nem tévedésről aha. van szó, hanem ez egy szándékos dolog volt. Mondjuk két utat tudok elképzelni. Vagy annyira kávéfanatikusak voltak a rablóink, mint például Bence, hogy mindent is megtesznek a kávéért. Hidd el, ha kávéfanatikus nem automatás lop. Vagy hogyha saját szórakozó helyet üzemelte, és mondjuk pont nincs kéznél egy működő kávéfőzőgép, hát mennyivel könnyebb ellopni egy automatát, mint sem szerződtetni, nem tudom, a Julius Meinnel, vagy a Lavazzával, vagy a nem tudom, melyik kávé márka képviselteti. Bocsánattal kérdem, csak halkan, hogy nem lenne egyszerűbb egyből egy presszógépet lopni? Uh-huh. De egyébként mostanában. De így köztünk. Rögtön átvetítettem, tudjátok erre a kamerás történetre is, hogy mi van akkor, hogyha csak egyszerűen nem tudom, valaki videót csetelni szeretett volna. Szerelmével is ez volt a legkézenfekvőbb ez megoldás. A drágám, mit szeretnél karácsonyra egy kávéautomatát? El tudom képzelni, nem biztos erre gondolt. Figyelj, ez még a tévedés kategórián belül vagyunk, de ott van ugye Nagy-Britannia, hogy egy kicsit azért lássuk, hogy külföldön is húzza a népet az ág, ahol is az E.ON, nem akármelyik, tehát a szolgáltató, ugye hát arra próbálván rávenni a kedves fogyasztókat, hogy mégiscsak spóroljanak az energiával. 30 ezer kuncsafnak kiküldött zoknit. Jelzés értékkel. Tehát ez nem az volt, amikor kapsz egy Mikulás csomagot az asztalodon egy szappannal, hogy használd. Itt most ugyanezt, érted? Tehát kicsit idegesek lettek az emberek, hogy azt akarja mondani, úgy bedrágít, hogy zoknit kell, még pluszba felvegyünk. Elképzelhető, de szerintem van az a British humorral megáldott átlag fizetőpolgár, aki ezzel még el is mosolyogja magát. Na figyelj, nekem pont ez jutott eszembe, hogy kb. Itt van az, ahol véget ér még az angol humor is, mert hogy pontosan ugye a felhasználók, illetve a fogyasztók voltak, akik felháborodva tettek ki különböző posztokat a közösségi médiában, hogy mi a manót gondol ez a szolgáltató magáról. Tehát szerintem ez a
humorgombóc még az ő torkukon sem ment le, és egyébként utána bocsánatot is kértek értelemszerűen, hogy a helyzet komolyságára való tekintettel elnézést, hogy ők próbálták ezt egy picit lazában megfogni, de hát nem ők az egyetlenek, mert hogy mennyi, nem tudom mennyi idő telt el az előző óta, de a másik nagy szolgáltató hol van? Ez a CC, nem tudom mi, Energy Service szintén, azt írja, igen, múlt héten történt az a dolog. Na, ők is valami óriási baklövéssel mentek neki a történetnek. Jó tanácsokat osztogattak arra vonatkozóan, hogy lehet átvészelni a hideg időt. A legnagyobb és a legjobb a kedvenc. Bújjon össze a házi kedvenccel. És én is mérges lennék őszintén, ha valaki felemelni ennyire az árakat, kifizettetné velem. Ráadásul nálunk Romániában ugye most mennek a különböző eljárások, meg büntetések, hogy mennyivel túlfizettették, meg sumákoltak a szolgáltatók, és akkor még kérne nekem a Facebookra, hogy bújjak össze a kisállatomat. És végezzél torna gyakorlatokat, mert ugye akkor így áll gyömbért, mert ugye az is melegít. Bújjál te össze egy kihelyezett hímgorillával, kérlek szépen. Tehát nem tudok most ennél kedvesebbet mondani. Én elvinném a kisállatomat, hogy összebújtassam vele. Semmi sértő szándék, semmilyen a gorillákra vonatkozóan. Tehát ezt az mind tisztázzuk. Például ez pont olyan lenne, ha nálunk úgy adták volna el a gyalogátjárót, nem tartalmazó gyalogátjárót, ami egy felfüggesztett körforgalom, hogy a gyalogosoknak mellé kellene két ilyen cuki kis fehér angyalszárnyat. Hogyha hát akarnak kelni valahol azon a gyalogátjáron, akkor azt, hogy szimbolikusan vegyék a vállukra, és próbálnak meg esetleg a vasúton is átjutni vele, hát ha működik. De figyelj, a Victoria's Secret alsó nemű cég az biztos forgalmaz ilyeneket, mert ott olyan angyalok vannak. Nálunk egy kicsit másképp néz ki, tudod, nem mindegy, hogy Victoria's Secret angyal vagy, vagy Predeali gyalogátjárós angyal, és az egyik laposabb a kettőből. Hogy még apropó angyaloknál maradjunk, én szerintem csak időkérdése, még annál az előbb említett, nemrég említett felfüggesztett körforgalom, ami tulajdonképpen az utasok vagy utászok szerint mégiscsak gyalogátjáró, ott nagyon-nagyon fog nyitni egy rögtön, az a lehajtó szerintem azért volt kihagyva ott kincs, ott amit mutattál. Nem, oda fog nyitni a sírköves. Jaj, de gonosz vagy. Jaj, de gonosz. Igazad van, Endre. Teljes temetkezési vállalkozás. Hogy ne, pont oda a sinek meg az út közé, mert pont annyi hely van. Figyelj, aki azt túléli, az már onnan. Nem azért mondom itt a nagy-britanniai példára, ugye annak idején a Kárpátok géniusza, egy bizonyos Nikolaj Ceausescu azt mondta, hogy aki fázik, vegyen fel még egy pulóvert. Gyakorlatilag ő, de ő mégis egy diktátor volt, azért ezt tegyük hozzá. Itt a kereskedelmi profilú cégeknél nem értem, hogy egyrészt miért akarják az embereket rávenni arra, hogy spóroljanak, nem másért, nem dolgozol önmagad ellen. Kettő, azért ez is elég ízléstelen volt. Ja, tessék, hullahopp versenyt álljál neki, igen. Az állat. Tehát... Igen. De egyébként szintén egy volt az említett tanácsok közül, amit az említett cég javasolt a fogyasztóknak, hogy hogyan ne fagyjanak szét. Ergo, hogyan? Tehát én a szándékot azért értékelem, még ha humort nem is nyelem le jó gombócként, a szándékot értékelem, hogy tényleg valamit próbálnak ők is tenni. Tehát valahol oké, utáljuk őket, meg hibáztatjuk, meg nem tudom mi, de hát valahol kényszer szükséget szül és fordítva alapon. Tehát ők próbálják egy kicsit javítani a helyzetet, jönnek néhány jó tanácssal, tehát például a szigetelésre vonatkozó tanácsait egy-egy ilyen szolgáltatónak is, akár én is megfogadnám, hogy spóroljak, értelemszerűen nekem annyit fűtsek, de a hullahopp karika verseny az nálam is kiütött a biztosítékot. Pedig azért megnéznélek, fogadjuk, tudod használni. Nagyon tudom, ilyet szeretem is. Én átdobom magamon a karikács, leesik a földre, ennyit. Most már látom, ahogy két aranyhal éppen beelőz egy csusszanás közben az akváriumban egy guppit, és közben azt beszélik, hogy te nem hittem volna, hogy ilyen nagy energiaremelkedés lesz. Aztán láttuk, hogy elkezdtenek hullahoppozni a gazdik a nappali közepén, most meg úgy néz ki, hogy beakasztották szépen az ilyen merülve forralót az akvárium sarkába, hogy mi se fagyjunk meg. Teljesen oké, vállalható állapot, el lehet nevetgélni is rajta. Lássuk, hogy mi jön majd ki a végén, és kinevet a végén legrosszabbul. Én azt hiszem, hogy itt, ahogy Romániában vagyunk, azért nálunk nem ez az utolsó dolog, ami még a hajunk, illetve hát a hátunk szőre fel fog borzolódni. Hát igen, azon gondolkodom, melyik kötökkel vezettem egyébként azt a műsort, amikor beszéltünk, nem tudom melyik ország videósorozatot állított össze, ilyen kampányfilm sorozatot, hogy otthon szintén, hogy ne fázzál meg, szigetelés meg, hogy tudsz házi tűzhelyet készíteni, rémlik valakinek? Nem tudom, vagy de nem valami meg északi ország igen, volt? Igen, azt hiszem, skandináv országok közül velem. Akkor na, Endre, nem én. Valószínű, igen, biztos, tehát neked én. Legalább rémlik, Endre. No, hogy például egy olyan kaliberű idézőjeles jó tanács osztogatás, és ott is azt hiszem, vagy az önkormányzat, vagy a helyi szolgáltató, Manó se tudja már, de hogy ők kommunikálták ezt le, egy ilyen típusú kampányt el tudok képzelni, de gusztustalan vicceskedés nem feltétlenül. Hármas szabály. A
a maga nemében páratlan. Ha már divatosnál vagyunk, akkor van nekünk egy divatunk, az a divat nálunk fele, hogy megérkezik időnként Kolcsár Jocó. Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Képzeljétek el, hogy mivel a divatról beszéltetek, ezért ma csak olyan cuccokat vettem magamra, mint még soha. Menj ez már! Komolyan meg is mutatom, leveszem, figyeljétek! Ó, de jó! Megnézhetjük Jocót vetközni élőben! Ez az én napom. És tegyük hozzá, akkor narrálom a történéseket. Kolcsár Jocó kaput is on, és van egy ilyen szexi vizé, kinek Supermannek volt ilyen tincse, csak az most nem látszik. És Mici Mackónak. Tincse? Az nem fülesnek az, volt. Füles. Vagy nem, az hátul volt. Kozsóra gondoltok? Igen. Voltam a tegnap egy ilyen nagy bevásárlóközpontba, és vettem dolgokat magamnak, mert próbáltam valamit eltakarni, lehet az ember néha azért vásárol, hogy ne foglalkozzon fontosabb dolgokkal. Ugye Bence, ez szokott így lenni. Igen, miért nem kérdezel? Mert köztudottan Bencéhez jár a futár. Igen, és érdekes módon én is találkoztam olyanokkal, amit ugye, amiről beszéltetek már az előbb, hogy olyan jellegű ruhákat fogtam kézbe a férfi részlegen, hogy így zavarba voltam. Mondom, te ezt lehet eltévesztették, tehát hogy ez nem a női részlegen kellett volna legyen. És nem, és nem. Tehát, hogy karcsúsított kiskabát. Na, mondjuk csak az üzenetet, mert ez ide jön. Igen, Attilától kaptunk egy abszolút ede gondolathoz vágó üzenetet. Azt mondja, hogy sziasztok, Kincső mondta, hogy nem tudta eldönteni, hogy az üzletben a női vagy a férfi részlegen van-e. Erről jut eszembe, hogy a TikTokon van egy magyarországi srác, a srácot macskakörömmel írta, aki női cuccokat vásárol, mert hogy a ruháknak nincs nemük. Akkor kérdem én, miért van külön férfi és női részleg? Miért nem lehet a női ruhákat meghagyni a nőknek? Én is meleg vagyok, könyörgöm, mégsem a női részlegen vásárolok. Vagy ez feltűnési viszketegség lenne? Kérdezi tőlünk Attila. Igen, amúgy tudjátok-e, hogy már van olyan üzlet Amerikában, ahol nincs részlegre osztva. Igen, unisex. Tehát, hogy nincs női részleg, nincs férfi részleg, hanem csak egy üzlet van, ahova bemész, és bárhol, tehát bemész, leakaszt, például Endre leakaszt egy szoknyát, felpróbálja, azt mondja, hú, ez nagyon jó, ezzel a tojásokat otthon tudnám szedegetni, és akkor megveszi. Egy mondatban a szoknya és a tojásaim. Azt nem a tojásaidat. Tyúktojásról volt szó. Egy szexi kötény azért megszabna téged is, ha nem baráttangával társítod. Ezek után Jocó, meg kell kérdeznem, ne haragudj, ez bársony? Én imádom, mit köztetek. Tényleg ilyen bársonyban van. Igen, bársonyban. Bársony hudi. Ez már nem zavar. Királykék. Nem tudom. Hogy érzed nem, abszolút, benne? Abszolút rendben. Egyetlen nőként a stúdióban némi ízlés birtokában jelzem, Jocó, rendben vagy, ne idegeskedj, nagyon jól. Hallod ezt az önkritikát? Hallod, otthon az ízlés. Na jó, egyébként képzeljétek, a közelmúltban én pont ezt csináltam meg. Bementem az egyik nagy sportáruházba, mint tudjuk a D-betűs üzlet nevét, kerestem valami egyszerű ilyen laza kapucni és cipzáros felsőt, hát persze másfél óra keresgélés után se találtam meg a tökéletest, míg nem eljutottam a kisfiúk részlegéhez, kérem Aláson, úgyhogy a 13-14 éves fiús korosztályból vásároltam magamnak egy ízléses, csodálatos kis felsőt. Kérdés, igen? Ezek után lányoknak bókolhatok, úgyhogy megsimogatom a hátát, gyengéd, és azt mondom, olyan tested van, mint egy 13 éves kisfiú. Vagy ezzel együtt... Nem. Azt mondod, hogy olyan pólód van, mint egy 13 éves kisfiúnak. Figyelj, szerintem még mindig elég pedónak hallatszik. Amúgy képzeljétek, tehát én ismerek, és biztosra vagyok, veszem, hogy ezt a rádióadót nem hallgatja, ezért el is mondom, nem mondok nevet, de van egy olyan színházrendező, akire a gyerek részlegről vásárol, mert az úgy feszül rajta, és... És az abban ő olyan igazán jaj, jól érzi magát. Bocs, de erre most akkor Hunor üzenetét, meg amúgy is már mondandónk végénél tartunk, de hogy azt írja Hunor, hogy mostani divat részben undorító, 20, lassan 30 évesen mondom. Én egyetértek, ugye volt ez a Pink is the New Black, ugye a pink az új fekete, de ezt most sikerült előléptetni, Tongyo is the New Black, tehát minél tongyóbbnak néz ki, annál jobb. Nagyon nem. Szerintem kéne így legyen be, vagy kialakítva minden bevásárló részleg, ami a ruhákat illeti, hogy van akkor az embereknek való, és van a tongyó. És akkor tudod, hogy bemész a tongyó részlegre. Van egy tréning részleg is, igen. Mert az is megint nemtől független. Nagyon menő üzletek, van a tongyó tréning.
tangyó tréning, ez a, hogy mondják a kajában, mikor, fúzió, igen. Igen, ezt a szakszót kerestük. Mi a helyzet nálatok a tangyó vagy a tréning részlegen, és mit gondoltok egyáltalán a mai divatról, írjátok meg nekünk. Hármas szabály, a maga nemében páratlan.